gyakorlatilag arra megy el a politikusok sok vagy nagy ideje, hogy az egymással való acsarkodással, meg a hatalmi harcokkal azt az időt lehetne arra fordítani, hogy helyben oldják meg a választópolgárok problémáit szerintem. Mert sajnos tényleg az van, hogy felső utasításra történnek mindig dolgok, és nem a helyiek döntenek, és nem olyan emberek ülnek sok esetben a megfelelő posztokon, akik látják, és valójában ott élnek a választóik közt, hanem valahonnan oda teszik őket, indítják őket sokszor fölöslegesen. Akkor azzal egyet tud érteni, hogy ahova nem kell politikusot, ne legyen, tehát mondjuk a szakmai vezetések, az oktatás, az egészségügyére nem kifejezetten politikus kellene, hanem szakember. Szakértői kormányzás kellene, vagy bizonyos területeken szakértőknek kellene ülnie, akik nem politikai befolyás alapján döntenek, hanem szakmai szempontok alapján. Nézzük egy kicsit gazdasági szempontból. Tehát ugye említi, hogy látja, hogy vannak építkezések Magyarországon, tehát látványosan fejlődünk. Azt tudja, hogy Magyarországon ma van a legnagyobb államadósság? Tehát, hogy milyen pénzből építkezünk? Tudom, igen. Meg azt ugye, hogy az Európai Uniótól is rengeteg támogatást kapunk, tehát ez vajon a kormánynak... És közben üzengetünk nekik. Igen. Tehát nyilván ez nem jó. Sok minden épült, meg sok minden fejlődött, de túl magas volt ennek talán az ára mindenféle szempontból. Nem érzi úgy, hogy egy kicsit ilyen választási csaptába került Magyarország? Hogy van az egyik múlt, meg van a másik múlt, mint egy ilyen politikai ragadozók a zsákmány fölött, és igazából mindenki már bizonyíthatott, 10-20-30 éve vannak ugye a vezetők a politikában, hogy nem érzi ezt az állapotot, hogy mintha tehetetlen lenne a magyar választó? De azt is érzem, hogy ez a választóknak a felelőssége is. Tehát az, hogy mutogatunk, az egy dolog, de az, hogy a magyar emberek nem képesek megrázni magukat és azt mondani, hogy valahol húzzunk már meg egy határvonalat, mert ami volt, meg ami most van, igazából eszeveszett különbségeket nem láthatunk szerintem. Tehát rendszer és rendszerkészen. Tehát mi, mint megoldás mozgalom, én az alapító elnök vagyok, mi pont ezt tűztük ki célul, hogy végre valahára húzzuk meg azt a vonalat, hogy eddig és nem tovább, és egy szolgáltató államot hozzunk létre, nekünk ez lenne a célunk, nevünkben is ott van a megoldás mozgalom, hogy mi hiszünk abban, hogy a megoldás ott van, ahol a probléma van, tehát ha itt Pécsen van egy probléma, azt ne Budapesten döntsék el, ez így van, hanem itt helyben legyen megoldása. Nagyon fontos lenne az, hogy újra legyenek önkormányzatok, annak nem véletlenül az a neve, hogy önkormányzat. Tehát pontosan az a probléma, hogy vízfejűség van, és gyakorlatilag Budapesten döntenek olyan dolgokban, ami a helyieket, meg akár sok esetben hátrányosan érinti, illetve nem látják át magát a problémának, se a mélységét, se az okait. És ahhoz az kellene, tehát ez maga az egész pártpolitikával probléma van szerintem mindenféle párton belül. Tehát azok a hatalmi harcok, hogy gyakorlatilag arra megy el a politikusok sok vagy nagy ideje, hogy az egymással való acsarkodással, meg a hatalmi harcokkal azt az időt lehetne arra fordítani, hogy helyben oldják meg a választópolgárok problémáit szerintem. Mert sajnos tényleg az van, hogy felső utasításra történnek mindig dolgok, és nem a helyiek döntenek, és nem olyan emberek ülnek sok esetben a megfelelő posztokon, akik látják, és valójában ott élnek a választóik közt, hanem valahonnan oda teszik őket, indítják őket sokszor fölöslegesen. Akkor azzal egyet tud érteni, hogy ahova nem kell politikusot, ne legyen? Tehát mondjuk a szakmai vezetések, az oktatás, az egészségügyére nem kifejezetten politikus kellene, hanem szakember. Szakértői kormányzás kellene, vagy bizonyos területeken szakértőknek kellene ülnie, akik nem politikai
befolyás alapján döntenek, hanem szakmai szempontok alapján. És ahogy említette, a területi képviselőséget is úgy képzelni el, hogy valóban az az ember képviseli a területet, így akár van. Szembe megy egy központi politikai akarattal, hogyha az ő területét negatívan érinti. Így van. Olyan helyiekből kellene szerintem álljanak a képviselők, akik ismerik a helyi viszonyokat, ismerik a választóikat, az adott körzetből, ahol indult, ő ott nőtt esetleg föl, vagy jó ideje ott él, és hitelesen tudja képviselni őket, és nem különböző pártpolitikai utasítások alapján hoz meg döntéseket, ami legtöbb esetben nem igazán jó a helyieknek, vagy nincs túl nagy hatással rá. Ugye említett, hogy a mostani kialakult helyzet a politikában az a választók felelőssége. Tehát most április 3-án ugye választás lesz. Van több mint 2 millió ember, aki nem bizonytalan, hanem egyértelműen nem akarja a két múltat tovább juttatni. Mi számítunk nyilván az ő támogatásukra, hiszen mi, mint megoldás mozgalom, mi azt tűztük ki célul, hogy amit ön is említett, ebbe a szolgáltatás irányba érdemes tovább menni, gazdasági alapon, nem hiteleket fölvéve. Számíthatunk az ön támogatására áprilisban? Szimpatikusnak tűnik ez a történet, mindenképpen igen. Akkor kérem, kövesse a social media felületeinket, a weboldalainkat. Meg és fogom nézni. További sok sikert nára, és április 3-án számítunk önre. Rendben, köszönöm nagyon szépen. Köszönöm. Minden jót.